Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizois, november 5-én. A Hold egy fogyó szakaszban van. Az segít nekünk valamitől vagy valakitől elbúcsúzni. A mai nap az 5. nap ebben a szakaszban teli hold után. Ennek is van egy jelentősége. Mégpedig itt feltehetjük a kérdést, mitől vagy kitől kellene elbúcsúzni, vagy visszahúzódni. Ez jelenti a kapcsolatokat kívülről, vagy valakit, aki megpróbál bennünket befolyásolni. Ettől elbúcsúzhatunk. A mai napon a hold az Artra holdházban található. Lefordítva ez nedvességet jelent, esőt jelent, egy talajt, ami nedves, és itt elültethetünk valamit. Természetesen én ezt úgy szimbolikusan közlöm veletek. Ez egy jó kezdet. Itt kiépül valami, de ügyeljünk a mai napon arra, hogy ne befolyásoljon bennünket valaki, aki nem segíteni akar, hanem hátráltat bennünket. A mai napon van egy jó hatás a nap és a hold által, mert ők harmóniában vannak az indiai számítás szerint a levegő elemében. Ez utal könnyűségekre és kommunikációra is. Holott még mindig van egy Merkur-Szaturnusz kvadrát aspektus, ami még nehezíti ezeket, vagy vannak korlátozások, nem tudjuk azt kimondani, amit mondani szeretnénk, vagy nem szabad kimondani. A mai napra kihat Bitaigoitsa csillag. Ez a csillag, Bitaigoitsa, összeköti az Orion csillagképet az ikrek jegyével. Az ikrek jegyénél itt az ikrek kezéről van szó, tehát kezünkbe kell, hogy vegyük a dolgokat. Az Orion csillagképpen ez a csillag a hátat jelképezi. Ez közli azt velünk, mutassunk valakinek hátat, mert így mennek akkor előre az események. Még van egy kis bizonytalanság a mai napon, ezt két quincunx aspektus váltja ki, a nap és egy visszatekintő Mars bolygó között. Ez az egyik quincunx kapcsolat, a másik pedig Vénusz bolygó és egy visszatekintő Uránusz bolygó között. Mindkettő bizonytalanságokra utal. Itt változásokról van szó, vagy szeretnénk tudni konkrétan, hogy mi következik a jövőben, mi várható ránk, hogy oda tudjunk figyelni. Erről a tegnapi felvételen is beszámoltam. És ez volt a mai felvételem, Mizois, november 5-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!